folyamatosan oltják az egészségügyi dolgozókat, nyitásra várnak a vendéglátóhelyek, elbontották a felüljárót az Y-híd építése miatt, és megkezdődött Miskolc levegő minőségének átfogó mérése. Néhány hír még 2021 elejéről. Az év hátralévő részében felidézzük az eltelt esztendő legfontosabb és legérdekesebb helyi híreit és történéseit. Mai híradónkban a januárban és februárban történt eseményekből válogattunk. Ismét Európa legszebb villamosa lett a miskolci mozgómézes kalács. Az adventi villamos negyedik éve nyeri meg egy cseh közlekedési magazin internetes versenyét. A miskolci járműre több mint 3 millió szavazat érkezett. Január 12-től új helyen, az ápolási épületben megduplázott kapacitással fogadják a megyében oltásra regisztrált egészségügyi dolgozókat. Január 12-én reggelig több mint 2700 egészségügyi dolgozót és szociális otthonban élőt oltottak be koronavírus elleni vakcinával Borsodabaúj-Zemplénben. Ütemterv szerint halad az Y-híd építése. Készül a cölöpözés, a vasbeton szerelés, elbontották a felüljárót és a Vörösmarty utcai házak bontása is jól halad. Az elképzelések szerint hamarosan egy terelőutat is építenek a Csokonai és a Fonoda utca között, hogy le tudják zárni a Tiszai és a Martinkertvárosi útszakaszt. Városszerte 87 utasvárót újítanak fel. 15 belvárosi megállót már át is adtak. A buszmegállók átépítése több ütemben zajlik, így a munkálatok rövidesen új helyszíneken kezdődnek meg. Az eredetileg ütemezett decemberi átadás a járványhelyzet és a kedvezőtlen időjárás miatt csúszik január végére. Hosszú súlyos betegség után január 18-án elhunyt dr. Kriza Ákos. Miskolc korábbi polgármestere 1990-től orvosként, később orvosigazgatóként dolgozott, majd 2010 és 2019 között a város polgármestere volt. Tiszteletére a Városházán és az Erzsébet téren is megemlékezést tartottak. Kriza Ákos 56 éves volt. Fogytán a hazai vendéglátósok türelme. A szállodák, az éttermek és a szórakozóhelyek tulajdonosai szerint nem tartható fenn tovább a jelenlegi helyzet. A nyitás számukra most mindennél fontosabb lenne. Annyira, hogy több tulajdonos úgy döntött, bármi lesz, kinyitnak február 1-én. A Facebookon a fővárosba egy tiltakozás is szerveződik. Amennyiben a kormány február 1-ig lazítana az intézkedéseken, úgy a tüntetés elmarad. Nehéz helyzetbe kerültek a miskolci fürdők. A régóta tartó bezárás és a bevételek elmaradása miatt a munkáltató kénytelen volt fizetés nélküli állásidőt elrendelni, ami a 144 alkalmazott közül 79 embert érint. Megkezdték a vár kiürítését. Napokon belül indul az építkezés Diósgyőrben. A második ütemben rekonstruálják a bástyákat, a palota szárnyat és a várfalat is. A felújítás a tervek szerint 2 évig tart majd. Elkezdődött a legidősebb regisztráltak oltása. Február 4-én a miskolci oltóponton csaknem 500 idős ember kapta meg a koronavírus elleni vakcinát. A megyei központi kórházban naponta 1000 embert oltanak be, köztük azokat az egészségügyi dolgozókat is, akik már a második vakcinát veszik fel. Megkezdődött Miskolc levegő minőségének átfogó mérése egyelőre tesztüzemben. A LIFE projekt részeként összesen 60 mérőeszközt helyeznek ki a város különféle pontjai. A 2026-ig tartó program egyik célja, hogy a szakemberek kiderítsék pontosan, hol, hogyan és mitől alakul ki a szmog Miskolcon. Április végére, május elejére elkészülhet az Y-híd beruházás miatt szükséges elkerülő út. A Csokonai utca meghosszabbításával a híd teljes lezárása után is zökkenőmentesen közlekedhetnek a belváros felé a Martinkertvárosiak.
Csak akkor zárják le a hidat, ha megépült a terelőút. Sokszoros a túljelentkezés a Miskolc Holding legújabb elektronikus lakáspályázatára. Ilyen formában 5. alkalommal hirdettek meg felújításra szoruló önkormányzati ingatlanokat. 40 lakásra néhány nap alatt 870 pályázat érkezett be. A bérlés felújítási kötelezettséggel is jár, az erre fordított összeg viszont lelakható. Február 25-e a kommunizmus áldozatainak emléknapja. A tragikus eseményekről egy új miskolci könyv készült. A Malenki Robot Nagy Miskolcon című kiadványt egy nemzetközi online konferencián mutatták be.